Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban, Márkizay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Többször is beszéltünk már a helyi iparűzési adó kormányzati változtatási terveiről, ugye leginkább az forog a hírekben, hogy az iparűzési adó növekményét szeretné elvenni a kormány, és a versenyképes járások programban szétosztani aztán a kisebb települések között leginkább azt, amit a nagyobb városoktól elvesznek. Ebben az ügyben rengeteg a hír, tehát egyrészt, hogy fideszes polgármesterek és fideszes országgyűlési képviselők ugrottak egymásnak emiatt, és emiatt indul országjárásra Navracsics Tibor, gondolom, hogy csillapítsa a kedélyeket. Aztán Siófok polgármestere is nagyon morcos, Sart címmel írt egy bejegyzést, és Gémesi György pedig kezdeményezi, mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, kezdeményezi az Önkormányzatok Nemzeti Tanácsának összehívását. Ennyire forró a helyzet? Egészen biztosan az, hogy érzékeltessem a problémának a nagyságát. Ugye mi évről évre a működésünkhez, ugye legalább az infláció követően kellene, a kiadásaink legalább az inflációval nőnek, tehát a bevételeinknek is legalább az inflációval kellene nőni. Ehelyett az önkormányzati bevételeket a kormány folyamatosan kurtítja. Tehát van egy egyre növekmő kiadásaink, ugye a munkabérek, az energia, az élelmiszerek, ezek villámgyorsan növekednek, tényleg a hivatalos infláció fölött jóval, és a mi bevételeink pedig, például most, hogy Márté elpártól, Hódmezővásárhelytől és Székutassal fog majd együtt lenni, nyilván ez egy komoly kihívás lesz, és anyagilag nagyon rosszul jár vele Márté, de, és hát minőségben is meg kell nézni. És Hódmezővására is rosszul jár. És Hódmezővására is rosszul jár, ugyanis a kormány úgy szabályozta a szolidaritási adót, amit mi még harmadik legszegényebb megyei városként is fizetünk, méghozzá jövőre vagy 200 millióval többet fogunk fizetni, és ebből kb. 70 millió az, amit évente Márté távozása miatt fogunk többletet fizetni. Tehát bennünket is nagyon sújt az, hogy Márté elmegy. Annak ellenére, hogy mi egy jelképes összegért csináltuk eddig Márténak az önkormányzati dolgait, a közös hivatalunk és magas színvonalon, amit nyilvánvalóan egy olyan hivatal például nem tudna teljesíteni, aki folyamatos mulasztásos törvénysértésben van, mert még arra sincs kapacitása, hogy a mostani kis kormányzatnak a szabályos működését is megoldja. Tehát nem lesz egyszerű. Célhoz? Én mondjuk egy fiktívre célozok, de igen, a székutasit kell megnézni, hogy esetleg ő ebbe a kategóriába tartozik-e. Na, szóval hát minden esetre csak a szolidaritási adó miatt nekünk megint csak egy 200 millió, és itt a 2-300 millió forintról van szó még többlet elvonásba. Úgy, hogy a normatívákat folyamatosan csökkentik, az önkormányzatnak nagyon nehéz helyzete van. Nyilván nálunk már azért is háborúgás van, mert mi természetesen politikai okból generálva ezt, amikor mi a hivatalos inflációt alulról, távolról követve, két évenként, mondjuk most az inflációnak megfelelő 16-17%-kal emelünk, de tavaly nem emeltünk például semmit. Tehát két évre számítva mi azt mondom, hogy a hivatalos inflációnak mondjuk a felét emeljük itt ott a különböző díjainkon, bevételeinken. Most például majd a telekadó és az építményadó emelésére is tettünk javaslatot, pont azért, mert több 100 milliót vesznek el tőlünk a kormány, akkor mondjuk egy ilyen 100 millió forint körüli emelést mondjuk az építményadóban a cégek esetében ugye szükségesnek látunk adott esetben, illetve hát aki még egyáltalán fizet, hiszen mi eltöröltük a nagy részének, lakosságnak mindenképpen építményadó fizetést. Tehát egyszerűen kivéreztetik az önkormányzatokat, akik pedig minőségi jó szolgáltatásokat nyújtanak, szemben az állammal, aki minden, amiben belekezd, az tönkretesz. Szétlopják, szétrabolják, maga Lázár János fogalmazott így annak idején, de tessék megnézni, mit csináltak a postákkal, a vasúttal, az egészségügyel, az oktatással. Úgyhogy a korrekt megoldás minden, a Fidesz kormány érdeke, ha a Fidesz kormány hatalomba akar maradni, akkor a saját jól felfogott érdeke az lenne, hogy az egészségügyet és az oktatást, az iskolákat és a kórházakat, rendelőket adja vissza azoknak az önkormányzatoknak, akik bevállalják, hogy azért a díjért, azért a bevételért, ami ezért jár, azért ők működtetik, mert mivel mi okosabbak vagyunk és nem lopunk, ezért sokkal jobb szolgáltatást tudnánk nyújtani, sokkal jobb oktatást tudnánk ebből a pénzből csinálni, mint a kormány. Tessék megnézni, hogy nálunk minden óvodában és bölcsödében klíma van, nézzék meg a vonatokat, nézzék meg a kórházakat, nézzék meg az iskolákat. Ott nincs. De hozzá kell tennem azt is, hogy csak a Lázár János érdekében megépülő kis 6 kilométeres útfelújításnak az irdatlan túlárazott 3,3 milliárdos összegéből, Hódmezővásárhely
hatékony beszerzésével 14 ezer klímát lehetne felszerelni. Tehát ahelyett, hogy egy gyakorlatilag csak Lázár által használt utat felújítunk állami pénzen, 14 ezer klímát lehetne berakni az országban, iskolákba, kórházakba. Mi a helyzet a helyi buszközlekedéssel? Ugye október 9-én volt a váltás, ha jól emlékszem a dátumra, akkor vette át a Balatonbusz a szolgáltatást, és hát rögtön az első nap voltak gondok, problémák, ezt igyekeztek orvosolni, de Jován Gyula, a korábbi szolgáltató elmondta, hogy följelentik a Balatonbuszt. Tudnak-e valamit a följelentés következményeiről? Igen. Valaki azt gondolja, hogy ezt mi támogattuk, vagy mi mögött állunk, ez Jován Gyuláéknak az egyéni akciója, az önkormányzatnak, ugyanúgy, ahogy mi toleránsak és támogatók voltunk Jován Gyulával, amikor igazságtalan politikai alapon támadták őket, és ott is volt nyilván olyan kifogás, amit ők aztán orvosoltak, és így tudtak szabályosan szolgáltatni. Most, amikor Jován Gyula támadja az utódját, akkor természetesen az önkormányzat ezen is kívül helyezkedik, hiszen a törvényt mindenkinek be kell tartani, de mi ebben az esetben is abban vagyunk érdekeltek, hogy a vásárhelyiek a leggazdaságosabb áron, a tisztességes versenynek köszönhetően, a tisztességes nyílt közbeszerzésünknek következtében, a versenyt nem mondom, hogy tisztességes vagy nem, mert lehet, hogy ez a vállalkozó ez nem a szabad akaratából és a saját pénzügyi érdekeit szem előtt tartva pályázott. De ezzel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy ez a most a második legjobb ajánlathoz képest is 100 millióval olcsóbb szolgáltató, aki 4 éve számolva, ő sikeresen tudja működtetni a egyébként új autóbuszait, tehát azokat a föltárt apró hiányosságokat, ahogy a szolgáltató fogalmazott, azokat minél hamarabb pótolják, rendezzék el, a hatóság ugyanolyan következetesen járjon el velük szemben is természetesen, mint Jován Gyuláékkal, és ahogy Jován Gyuláék javították a hiányosságokat, úgy ez a szolgáltató is ki kell, hogy javítsa ezeket. Hogy más nem mondjak, az első napnak a tapasztalatán okulva például a 45-ös reggeli járat, a munkásszállító vagy ipari telepre menő buszunk, az 2 busszal közlekedik már egy ideje. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezeket a problémákat meg kell oldaniuk, és meg is fogják oldani. Hódműzővásárhelyen az általunk bevezetett ingyenes, óránkénti, alacsony padlós, klímázott buszszolgáltatás, amivel az egész országban, a megyővárosok közül az első helyen vagyunk, az továbbra is, sőt lehet mondani, hogy sokak szerint még jobb formában is megy. Külön öröm számomra, hogy a Promenád, ami ugyanezt a szolgáltatást, amikor nem ez a Lázárhoz köthető társaság csinálta, hanem Jován Gyuláék, akkor folyamatosan szitta, most folyamatosan védi és dicséri. Én nagyon örülök neki, hogy a Promenád is belátta, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy ez egyébként Jován Gyula által kilakított menetrend, az nagyon jó és szolgálja a vásárhelyek érdekét. Úgyhogy sok sikert kívánunk nekik a szabályos működéshez. Azok a 65. életéveket betöltött vásárhelyiek, akik nyugdíjban vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, november 15-éig pályázhatnak az önkormányzat szokásos támogatására, ha nem haladja meg a nyugdíjuk a 163.875 forintot. Így van. Most indult meg a pályázat lehetősége. Így van. Milyen összegeket kaphatnak a nyugdíjasok? És lesz ismét különbségtétel, hogy akinek még ennél is sokkal kevesebb a nyugdíja, az valamennyivel többet kap. Igen, tavaly vezettük be azt, hogy az akkori 15 ezer forintos, és akkor talán 142 ezer forint körüli nyugdíj alatt járó juttatásunk, amit külön be kell adni egy kérelmet, a bankszámlaszámot meg kell adni benne, és így mi arra bankszámlaszámra tudunk utalni, ami sokkal olcsóbb, mint akár személyesen kivinni, akár postán szelvénnyel utalni. Szóval mindesetre ez a banki utalással tudjuk eljutatni. Ezt a kérvényt, akik beadták, azok 142 000 forintos nyugdíj alatt 15 000 forintot kaptak. A menet közben, amikor láttuk azt, hogy az igénylések száma lehetővé teszi, hogy abból a pénzből, amit mi erre szántunk, abból a 100 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezők, azok másfélszeres összeget, azaz 22 500-at kapjanak, akkor ezt módosítottuk, úgyhogy tavaly először a 100 000 alatti nyugdíjjal rendelkezők, azok másfélszeres összeget kaptak. Ezt a határt, ezt most is megtartjuk, jól lehet a jogosultság határát, azt megemeltük a nyugdíjemelés mértékével, tehát gyakorlatilag akinek az átlag nyugdíjemeléssel növelték a nyugdíját, és tavaly jogosult volt, most is jogosult, aki nem volt jogosult tavaly, most se jogosult. Tehát ez a 163.875 forintos határ, ez az idén már erre a juttatásra, már az idén érvényes. Minden más juttatásunkra egyébként csak január 1-től vezetjük be,
de éppen a nyugdíjasok érdekében itt már most bevezettük. És igen, megmarad a 100 000 forintos határ, és másfélszeres lesz az összeg úgy, hogy mind a két esetet mi 10%-kal növeljük idén. Most már a kormány szerint 3%-os infláció van, tehát a 10%-os emelés az a kormány szerinti hivatalos infláció fölötti, de ez azt jelenti, hogy akinek tavaly 15 000 forintot tudtunk adni, az most 16,5 000 kap, illetve kicsit kerekítve a 22.500 helyett a 100 000 alatti nyugdíjasok azok 25 000 forintos utalványt fognak kapni. Tehát november 15-ig tessék jelentkezni, és 100 000 alatt bő másfélszeres pénzt fogunk adni a mindenki másnak, tehát 100 és 160, 3875 között pedig 16500 forintot. De ez jelentkezni kell mindenkinek. Ez mindenkinek érvényezni kell, és azt kérjük, mindenki adja meg a bankszámlaszámát, hogy tudjunk utalni. November 15 a határidő. De akkor is megtalálják a módját a kifizetésnek, ha valakinek nincsen bankszámlája? Megoldottuk mindig így van, nekünk nagy segítség, ha bankszámlára kell utalni, sokkal gyorsabb és olcsóbb. Nagyon sok minden történik a városban, például Magvető utcai óvodában átadtak egyelőre a vezetők részére, 12 önkormányzati óvoda vezetője részére játékokat, amit majd Mikuláskor kapnak meg a gyerekek. Megkapják a csoportok Mikuláskor, igen, ezt tavaly is így tettük meg, most a beszerzést egy picivel hamarabb lebonyolították, ami nagy öröm számunkra. Mintegy 3-3,5 millió forint összegben vásároltak az óvónők, vásároltunk az óvónők rendelése alapján játékokat mind a 12 tagovodának. Jó szórakozást és sok örömet kívánunk a gyerekeknek. Ha már óvoda, tornaszobát avattak 10 millió forint értékben a Pálffy utcai óvodában. Igen, itt ez több szempontból is érdekes. Egyrészt a Pálffy utcán az udvart is nemrég idén csináltuk meg, ott egy korábbi betonelemek eltakarításával egy gumírozott felület, egy puha felület jött létre. Tehát nyilván biztonságosabb játszótér alakult ki az udvaron. Ez az egyik olyan óvodánk egyébként, ahol konkrétan egy ovifoci pálya is van az udvaron, játékelemek is vannak, és ennek ellenére beltéri tornaszobájuk, helyiségük nem volt, most ezt kialakítottuk, van benne egy mosdóhelyiség is, raktárhelyiségek, tehát egy komplex rész, a korábbi szolgálati lakás alakult most át az óvodásoknak megfelelő helyé, még majd a külső homlokzatát még felújítjuk, majd a jövő évi tervbe tettünk be erre néhány millió forintos összeget. Ez az óvoda is, mint mindegyik másik, napelemet kapott és klímákat kapott, itt még napi torla is van, tehát nagyon boldogok, hál' Istennek az óvónők is, és a szülők is, akik ott voltak. Én nagyon örülök neki, hogy minden óvodánkat fejlesztettük, és ahogy én hallom az óvónőktől, az országban egyedül Hódmezővásárhelyen van minden egyes csoportszobában klíma. Tegnap előtt voltunk a Országos vagy Területi Védelmi Bizottság ülésén, a laktanyában, a 30. kinizsi csapatesnek a laktanyájában, itt Hódmezővásárhelyen, ahol a megyei mentő, az OMS-nek, az Országos Mentőszolgálatnak megyei helyettes vezetői asszonya elmondta, hogy milyen károkkal, milyen veszélyekkel, egészségügyi kockázatokkal jár a nagy meleg, nem csak az időskorúakra, akiknél nyilván a stroke, infarktus valószínűsége megugrott. Az újraélesztés sikeressége 40-ről vagy 44-ről 27%-ra zuhan a hőségriadók alatt. Hetekig volt Szeged belvárosában, átlag, napi átlag hőmérséklet meghaladta 28,5 fokot. Tehát tartósan harmadfokú hőségriadó volt heteken keresztül. Most erre kell felkészülni, és ennek az óriási egészségügyi kockázatai a gyermekekre nézve is nagyon veszélyesek. Már az óvónők mondják, hogy ahol klímázott szoba van, ott a gyerekek nyugodtabban alszanak, kipihenik magukat, nyugodtan játszanak, tehát a gyermekek egészsége érdekében ez egy nagyon fontos lépés. Én csak tanácsolni tudom a kormányzatnak, hogy ahogy mi megtettük ezt óvodákkal, bölcsődékkel, irodákkal, ők is tegyék meg az iskolákkal is, a közlekedési járművekkel, vonatokkal és a többi, illetve a kórházakkal is föltétlenül. Top 100 gazdasági konferenciára indul Szegedre a stúdióból. Mit remél? Ott elhangzik valami olyasmi, ami a sok rossz hír után kedvező az önkormányzatok számára? Hát minden információ morzsának örülünk, úgyhogy ha Lázár János nem mondta volna le a részvételét, akkor nyilván az ő szájából is hallhattuk volna, hogy mit tervez építeni, fejleszteni, szépíteni ebben az országban. De hogyha ezt most félretesszük, és Lázár János esetleg tényleg nem jön el, akkor is azt gondolom, hogy tanulságos, hasznos információkat kapunk, de nekünk Hódmezővásárhelyen az is nagyon fontos, hogy a megye top 100-ában bizony nagyon sok hódmezővásárhelyi
cég is szerepel, mindaddig, amíg a BYD föl nem építi majd ezt a mega autógyárát, ahol akár napi 1000 autót fognak majd gyártani, nem sorolom föl még, hogy hány migráns munkást hoznak oda, és a többi, tehát hogy ezeket most félretéve, pillanatnyilag a megye legnagyobb ipari üzeme az a Villeroy. Tehát mi mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy Hódmezővásárhely a megyén belül egy nagyon előkelő helyet foglal el már most is, az iparszerkezet tekintetében. Azt nagyon szomorú, hogy az elmúlt 30 évben az elődeim annak ellenére nem tettek semmit azért, hogy ide cégek jöjjenek, hogy ők kormányzati támogatással bizony tudtak volna idehozni új nagy munkáltató és adófizető cégeket. Mi ellenben más hozzáállással vagyunk, én nem a saját zsebemet akarom tömködni azért, hogy aki idejön, azt még le is nyújjuk. Mi támogatást kínálunk azoknak a cégeknek, akik itt vannak, versenyképes adókörnyezetet, alacsony adókkal, korrupciómentes gazdálkodási környezetet, szabadon fejlődhetnek a vásárhelyi cégek, és ezt erről mindig örömmel biztosítom őket, meg hát gratulálunk az elért eredményeikhez. A belvárosban sok minden történik mostanában, például kültéri padok jelentek meg az Ótemplom körüli sétányon, és talán az úgynevezett harmadik ütem, tehát a sarokház előtti tér, a Szántó Kovács János szobor környéke, és hamarosan munkásokkal telik meg. Igen, hát ugye sok fejlesztésünk volt az idén, a napelemes lámpák érkeztek nem oly régen meg, külterületre, Zébérházhoz, Halessorra, tehát nagyon sok olyan helyre, ahol jelezték, Újvároson a Tisza utcába. Hasonlóképpen a járdaépítésünk, ugye Kertvárosban, Oldalkosár utcán, Hottó utcán, bocsánat, és a Kistóparton is megvalósult, ezt jövő héten egy kis ünnepséggel akarjuk megünnepelni. Ha a kollégák ezt az irányvonalat követik majd, reményeim szerint, akkor lehet, hogy egy kis kerékpáros kirándulással mind a négy járda fejlesztési helyszínünket érintjük majd, és egy sütögetőnél egy közös kis beszélgetéssel, ünnepséggel a Kertvárosba fogunk majd elidőzni. De ezen kívül valóban nagy öröm az, hogy a Ótemplom körüli úgynevezett kettes ütem, belváros felújítás kettes ütem, egyes volt a Bakai út, kettes az Ótemplom környéke, ez október végéig terveink szerint kész lesz. Ott úgy szintén lámpák érkeznek, padok már megérkeztek, a növényzet, a járda kialakítás és az a bizonyos téglafal, vagy téglával borított betonfal, ami szimbolikusan jelzi majd, hogy hol állt annak idején a bazársor, illetve azt megelőzően az a védőfal, ami körbevette a 18. század óta az Ótemplomot. Tehát ennek a környezetnek a kialakítása, ez hamarosan a végéhez ér. És igen, aláírtuk a szerződést, a Nemesi Pál volt fideszes polgármester előtt által vezetett felrajz céggel, aki egyébként az óvodai tornatermet is, közel 10 milliós beruházásunkat jó minőségben megcsinálta a Pálfi utcán. Tehát ők nyerték el, és már átadtuk a munkaterületet, jövő héten kezdődik a munka. Ha már itt vagyunk a Kossuth téren, meg az Ótemplom mellett, akkor a reformátusoknak békejobbot nyújtanának, és a jövő heti közgyűlésen is téma lesz az önkormányzat és a reformátusok közötti viszony? A közgyűlésen meg is hívtuk Bán Csabát és Elek Andrást, aki a gondnoka ennek az Ótemplomi gyülekezetnek. Nem biztos el tudnak jönni, mert sajnos még zajlik egy pereskedés az önkormányzat és az Ótemplomi gyülekezetnek az általa fönntartott intézmények között, és pont aznap lesz a bírósági tárgyalás majd Szegeden. Több kollégánk többek között Gyöngyösi Ferenc alpolgármester is tanúként be van idézve arra a napra, tehát valószínűleg a közgyűlésen nem is fog tudni részt venni. Szóval mi úgy gondoljuk, hogy ez a veszekedés-pereskedés nem vezet sehova. Én személy szerint abban is biztos vagyok, hogy egy jogállamban nem is lenne semmi esélye annak, hogy Bán Csabáék bármit a várostól kipereljenek, elpereljenek, hiszen nekik ezek a dolgok még a fideszes törvény szerint sem járnak. Tehát ők semmilyen szinten nem felelnek meg az ő általuk támasztott igényeknek. Mi éppen ezért azt kérjük, hogy a városnak a közhangulatát is megismerve, nem csak egy februári közvéleménykutatás, hanem a júniusi választása is bebizonyíthatta Bán Csabának is, hogy a város lakossága, még a fideszes szavazók többsége sem támogatja azt, hogy a város milliárdos ingatlan vagyont adjon át térítés nélkül egy kiszemelt gyülekezetnek, vagy bármely egyháznak, egyházi fenntartónak. Mi mindenben tudjuk támogatni természetesen a református oktatás ügyet is. Nagyon sok vásárhelyi gyerek jár oda, vásárhelyi tanárok dolgoznak ott, tehát mi abszolút a legnagyobb szeretettel támogatjuk őket. Azt kérjük, hogy vogyanak vissza minden város hogy mondjam, kifosztására irányuló pert és kezdeményezést, engedjék azt, hogy
azok az adminisztratív dolgok, amit teljesen felháborító módon egy földhivatal nem dobhat vissza egy tulajdonosnak a társasháza alakítási, albetétesítési kezdeményezését. Ilyen nincs. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy albetétekre, társasházzá alakítva, albetétekre osztja a tulajdonát, azt nem akadályozhatja meg egy hivatal. Nálunk a bíróság egyszer visszadobta már a kormányhivatalnak ezt a jogsértő kezdeményezését. Erre egy másik címszóval másnap már beadták, és ugyanúgy akadályozzák tovább. Tehát én azt mondom, hogy ennek a fölösleges és népszerűtlen háborúskodásnak, hiszen Báncsabának is meg kell értenie, a kormányhivatalnak is meg kell értenie, hogy a vásárhelyiek nagy többsége nem támogatja őket ebben a rablóhadjáratban. Tehát tessék tisztességgel dolgozni, tanultsanak abban sem, támogatjuk őket, segítjük, ingyen adtuk nekik használatba. A fideszes elődeim soha nem adtak nekik semmit ennek a Szőnyi Benyámin iskolának. Mi adtunk nekik egy egész emeletnyi termet, helyiséget a Petőfi utcán. Köszönjék meg nagyon hálásan, és folytassanak kiváló munkát, mint eddig, és ne pereskedjenek, ne veszekedjenek velünk. Ezt ajánljuk nekik, és a közgyűlésnek is azt kérem, hogy ezt a határozatot fogadja majd el. A jó hír az, hogy egyébként Báncsabáék fordultak hozzánk azzal, hogy ők ugyan továbbra is az egész épületre vonatkozó, szerintük megalapozatlan túlzó igényüket fenntartva, de ők is békülni szeretnének, béküljünk ki korrektül. Maradjunk még a Kossuth téren. A Városháza fölmérése zajlik egy lézeres módszerrel. Miről van szó? Itt arról van szó, hogy megnyerte egy budapesti iroda, pontosabban hát budapesti talán a székhelye, a tulajdonosok, a kollégák, hogy beszélgettem, Pest környékén élnek vidéken. Na, szóval mindesetre ez a cég, aki a legjobb ajánlattal elnyerte a Városháza homlokzat felújításának a tervezését, hiszen ez egy olyan műemléképület, hogy nem elég csak nekiállni és felújítani, hanem meg kell előtte tervezni, azt el kell fogadtatni a műemléki hatósággal. Tehát ezt a részt pályáztattuk meg. A győztes pályázó az ma kezdte fölmérni először a nyugati homlokzatot, és igen, ehhez a legmodernebb technikát, lézeres eszközöket is igénybe vett. Hamarosan elkészült, tehát 45 napon belül a nyugati homlokzatnak a felújítási, műemlékvédelmi felújítási terve. Utána fogjuk megpályáztatni, ez már valószínűleg legalábbis mire eredménye lesz az egészen biztos 2025-ös év eleje. Megpályáztatjuk és kiírjuk majd a felújítását, tehát jövő évben az egyik nagy projektünk az lesz, hogy folytatva a Városháza felújítását, a torony és északi homlokzat után most a nyugati homlokzat is meg fog újulni. Megkapta az engedélyt a Pavilon kávézó, mikortól fog működni? Hát amennyire én tudom, most már tényleg csak napok kérdése, vagy hetek kérdése, tehát minden adminisztratív akadály elhárult azelől, hogy a tényleg nagyon bájos, környezetbe illeszkedő kis pavilonunk, a Kossuth téri büféépület kis vendéglátóhely, az megnyithassa a kapuit. Én nagyon remélem, hogy lesz kereslet, sokan fognak arra sétáltukban is vásárolni. Nagyon sok sikert kívánunk a vállalkozónak is, és természetesen a bérleti díj bevételből a város tovább fejlődhet majd. A Hótói pihenőparkban hasonló lépés. Hótói pihenőparkban nagyon régóta nem volt kiadva a büfé helyiség. Annak idején a nyitás után talán egy évig működött ott egy büfé, utána most tavaly is volt egy rövid, vagy idején tavasszal talán volt szintén egy kedves vásárhely vállalkozó, aki próbálkozott, de sajnos ő neki ugye a engedélyszabta korlátokból nem volt gazdaságos beleférni, úgyhogy végül feladta ezt a kísérletet. Én most nagyon remélem, hogy ez az új kísérlet sikeres lesz. Minden esetre mi minden esetben a városnak az érdekét fogjuk nézni, a lakosok érdekét, és nagy örömmel vesszük, hogyha valaki ott büfé tevékenységet végez. Hótói pihenőpark egyébként is egy tényleg nagyon szép kertpark a városban, hát játszótérrel méltán népszerű. Milyen lehetőséget lát az önkormányzat Hódmezővásárhely, Szabadkígyósi, Wenckheim kastély működtetésében? Kikérték a pályázati anyagot egy forintért, az önkormányzatoknak csak ennyit kellett, ezt a jelképes összeget kellett kifizetni ezért, és hát ez a gyönyörűen felújított 3,2 milliárd forint részben uniós, részben hazai forrásból felújított kastély, annak a 9 épületnek, kastélynek az egyike, amelyet most próbaképpen október 31-ig örökbefogadásra fölkínáltak. Igen, hát én személy szerint hazaárulásnak tartom azt, hogy Lázár János most magánkézre akarja átjátszani a
nemzeti örökségünknek egy nagyon fontos részét. Összességében 48 kastélyról van szó, és most 9-el még csak az első fázisról beszélünk. Ezek közül a 9-ből a legközelebb Hódmezővásárhelyhez a szabadkígyósi Wenckheim kastély van, és mindenféle kormánypárti hazudozással szemben én nem mentem el fölmérni ezt a kastélyt most, bár jártam ott már életemben legalább kétszer, 6 éves koromban először, és egy 11-12 évvel ezelőtt másodjára. Szóval minden esetre egy nagyon szép és szépen felújított kastélyről van szó. Azóta már jutottak el hozzám pletykák arról, hogy a felújítás sem volt kifogástalan minőségű, hogy nincs teljesen felújítva. Szóval minden esetre, ami bennünket mozgat, személy szerint engem is motivál ebben az esetben, hogy próbáljuk megmenteni a magyar nemzet számára. Felelős önkormányzatként próbáljunk mi is részt venni abban, hogy a lopást, a idegen érdekeknek, a nemzeti kincseknek az átjátszását, ezt lefékezzük vagy megállítsuk. Tehát, hogyha minden önkormányzat ilyen felelősen gondolkodik, és mindenki hajlandó örökbe fogadni egy kastélyt, nyilván Tatán az Eszterházi kastély egy ilyen példa, ahol az önkormányzatnál nagyon komolyan fölmerült, és remélem, hogy meg is fogják tenni. Ez egy fideszes vezetési önkormányzat. De én el is várom a tatai fideszes önkormányzattól, hogy ők vegyék meg a tatai Eszterházi kastélyt, ne hagyják azt Ebek 30-adjára jutni, ne hagyják azt ingyen kicsúszni a magyar nemzet tulajdonából egy rablóbandának odaadni. De itt talán nem megvételről vagy tulajdon átruházásról van szó, hanem csak használatról. Nem, ez tulajdon átruházás. Nem, őszintén szóval az, hogyha valaki használ, vele tesz egy csomó pénzt és használja, én azt az ellen nem emelek kifogást, ráadásul itt előírták, hogy hány napon keresztül kell nyitva lenni. Tehát, hogyha ez nem tulajdonátruházás lenne, hanem használat, akkor én ezt azt is mondom, hogy ezt meg is értem. Használják. De a tulajdont átadni, az hazaárulás. Mit csinálna vele Hódmezővásárhely? Teljesen mindegy, megmentenénk. Mi azt gondolom, hogy tudnánk úgy üzemeltetni. Most pillanatilag már információim szerint talán ugye sajtóban megjelent hírek szerint olyan 250 millió forintos költséggel működik, és 150 millió forintos bevétele van. Én biztos vagyok abban, hogy ezt a két számot mi összetudnánk egyeztetni, tehát hogy veszteség nélkül tudnánk működtetni. Ezt mi Hódmezővásárhelyen számos intézménnyel már megtettük, tehát hogy csökkentettük a működési költségeket, növeltük a bevételét. Én azt gondolom, hogy ez gazdaságosan az állam számára működhető. Nyilván a felújítási kötelezettségei azok terhelhetnének valakit, akár hitelből, és a többi, de mindenképpen én azt gondolom, hogy egy felelős nemzet nem játszhatja át magánkézbe ezeket a nemzeti vagyonokat, és hát pláne ingyen. Ugye ezek állami pénzzel felújított, vagy részben felújított kastélyok, ezeket ingyen adják oda. Én őszintén szóval annak tudom be a Lázár sajtó heves reakcióját erre a felvetésre. Igen, mert hogy... ők azt állítják, hogy ön az, aki kastélyt akar. Nem, a valóság az, hogy szerintem Lázár János el akarta lopni ezt a kastélyt, és véleményem szerint most rendkívül dühös azért, hogy valaki éppen az ő levesébe akar beleköpni, vagy hogy tyúk szemére lép. Én azt gondolom, hogy ha valaki korrekt áron épít magának egy kastélyt, nem lopott pénzből, akkor ám tegye, hogy a nemzeti vagyont vigyék el, vagy lopott pénzből vegye meg és építsen magának, azokat nem támogatjuk. A közgyűlés fog dönteni erről, hogy a pályázati anyag után tovább lépnek-e? Így van. De mindesetre éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a 10 millió forintos pályázat helyett az önkormányzatok mindössze 1 forintért pályázhatnak, vagy kérhetik a pályázati anyagot. Mi ezt az 1 forintot átutaltuk ezért a pályázati anyagért, úgyhogy az adófizetők pénzéből 1 forintot már fordítottunk erre a mentési kísérletre. Végezetül már keresik a város karácsonyfáját szokásos módon? Igen, mindig jött minden évben felajánlás is. Most nem érkezett olyan fa, ami méretében és külalakjában megfelelne a Kossuth térre. De hogyha valakinek van kellően nagy méretű fenyőfája, ami már most nekik nem szükséges, útban van, és a többi is elég dekoratív ahhoz, hogy a Kossuth teret díszíthesse, akkor kérjük, hogy jelezze, és mi szívesen kivágjuk, elhozzuk ezt a fát. Úgyhogy keressük a város karácsonyfáját. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!